Tegnap törték be a rendőrség szerint kővel a Zsolnai ZRT többségi tulajdonosának irodaablakát Budapesten. Besár Nagyari a történtek miatt ma sajtótájékoztatót tartott. A szír származású üzletember azt mondta, nem gondolta volna, hogy ilyen támadásokig fajul a Zsolnai gyárért folytatott harc. Besár Nagyari 2013-ban vásárolta meg a pécsi önkormányzattal a Zsolnai többségi tulajdonjogát. Az üzletember szerint már a tizedére csökkent a gyár vesztesége, ennek ellenére a pécsi városvezetéssel ápolt jó kapcsolat megszűnt. Az év elején Páva Zsolt polgármester jelentette be, csődben a Zsolnai, meg kell védeni a Hungarikumot. Besár Nagyari erről csak a sajtóból értesült, értetlenül hívta kollégáit. Mi történt? De gyárba azt nem is tudunk róla, hát nem. Ez a polgármester őrültnek ez is saját aktivitása volt. Hát, de én meglepődtem, hogy mondhatja ilyeneket? Az üzletember szerint egyértelmű csak kihasználták. Besár Nagyari közölte, saját pénzéből több mint 1 milliárd forintot fektetett a gyárba, és már a világ 16 országában van márkaboltjuk, korábban egy sem volt. 3 évvel ezelőtt nem volt ez a szeretet, meg nem volt ez a hazai termék, meg a Hungarikum, meg ezek a dolgok. Most már igen, érzik a pénznek a szaga. Azt mondja, a céget azért akarják most megszerezni tőle, mert most hoz majd hasznot, és egy nagy megrendelésre is számítanak. Ha az nem lenne EU támogatások idén, meg hatalmas bürokránitok, a mai napig senkit nem érdekelte a Zsolnai gyár. Az 100%-a, garantálom. Nem véletlenül jelentkezett egy építőipari cég a Zsolnaira. Nem véletlenül. Aki ott dolgozik fönt a várban, meg sok helyen kap állami rendelő, nem véletlenül. Állítólag ez a cég vásárolta meg azt a 411 millió forintos hitelkövetelést is, amelyet a Magyar Fejlesztési Bank kért a Zsolnaitól. A kerámia gyár ebben az ügyben feljelentést tett, állítják az MFB-től a mai napig nem kaptak pontos levelet a hitelszerződés felmondásáról. Az MFB-nél kérdésünkre közölték, visszautasítják a Zsolnai vágyait, mindig a jogszabályok szerint járnak el. Állítják, az említett hitelszerződés érvényes és létezik. A tartozás miatt azonban felszámolás indulhat a Zsolnai ellen. Pécs jogi képviselője nem érti a többségi tulajdonos felvetéseit, mert szerinte nem érdeke az önkormányzatnak, hogy a gyár tönkre menjen. Nyilvánvaló ostobaság, hiszen a pécsi önkormányzat adóstársa, a Bacsari Nazsár úrnak a Fejlesztési Banktól felvett hiteleket is Pécs városa garantáltak különböző ingatlanokkal, tehát ugyanúgy ezek az ingatlanok is végrehajtás alá kerülnek, amennyiben ez a felszámolási eljárás elindul. Ennek ellenére az elsőrendű szempont az a dolgozóknak a védelme. Ezért az önkormányzat megalapította a Ledina Kerámia Kft-t, ahova több mint 100 embert vettek át a Zsolnaitól. Besár Nagyari viszont közölte, a termelés nem áll le a Zsolnaiban, maradt elég szakemberük.